Népnevünkben hordozzuk, Hungári, Magári, Hungária, Magária. Árpád ismételt visszajövetel a 9. században történt, az előtte lévő időt tekintjük magyar őstörténeti kornak. A mi beszédünk földműves, állattenyésztéses, magasszintű kultúránk 5-10 ezer évre visszamenőleg írásbelileg is igazolható, vagyis olyan régi időkre nyúlik vissza, amikor a magyar beszéden kívül más tagolt emberi beszéd nem volt fellelhető, így nem volt kitől átvenni. Vallási képzeteinket és tudományunkat, kultúránkat magunknak kellett megteremtenünk, megalkotnunk. Bátran és határozottan kijelenthetjük, hogy a magyar nyelv ősnyelv, a magyar kultúra pedig őskultúra. Barát Tibor professzor is kimutatta, hogy a Kárpát-medencében magyar nyelvű népek éltek. Az is ismert, hogy a Közel-Keleten, a Nílustól az Indusig, Távol-Keleten az ősnyelv volt a meghatározó. Hogyan került el olyan messzire? Az őseink világra szóló találmányai közül az írás volt a legnagyobb kihatású. A magyar népek szókincsüket, fogalmaikat, istenhitüket és írástudásukat nem tartották titokban, hanem misszionárusok segítségével nappapok révén terjesztették a világban. Erre az alábbi kutatás is bizonyíték. A Montreali McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield 1960-65 között megbízást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be, hogy földünkön melyik az alapvető uralkodó génfajta. A több millió dollárral támogatott kutatócsoport munkáját siker követte, és megtalálta a remélt szemita gént. Viszont találtak egy másik uralkodó gént is, aminek nincs neve. Erről a professzor úr részletes jelentést írt, és kimutatta, hogy a legtisztább képviselői Közép-Európában találhatók, és ők a magyarnak nevezett nép. Azt is kifejtette, hogy ez a másik uralkodó gén megtalálható a Föld 5 különböző pontján, foltokban lévő népekben. Barát Tiborral egy beszélgetés alkalmával kiderült, hogy az a másik uralkodó gén Magyarországon és Közép-Ázsiában, Távol-Keleten, Kínában és Japánban, Közép-Afrikában, az amerikai indiánok lakta területeken és Skóciában található. Ezt tartalmazta a génkutatási jelentés is. Természetesen ez Rockefelleréknél kiütötte a biztosítékot. Nyelvünk mellett meg kell említeni az írást és a népzenét is. Néprajzkutatók kimutatták, hogy az öt génfolt egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön, ahol a pentatonikus ötfokú magyar népzene létezik. Ezek megcáfolhatatlan bizonyítékai annak, hogy szerte a világban ott voltunk. A székely magyar rovásírás meglétere is számtalan bizonyíték szolgál, például etrusz síremlék magyar felirattal, a kb. 7000 éves tatárlaki korong, vagy az 5 éve felfedezett boszniai piramisok belsejében található körülbelül 34000 éves rovásírás. A középkor írása a latin volt. Első írott magyar nyelvű leletünk a halotti beszéd és könyörgés, latin nyelvű szövegemlék. Azért magyar nyelvű, mert a 136. lapon magyar szöveg maradt fenn. Keletkezés 1192 és 1190 között lehetett, harmadik Béla korában, egy latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Prét kódexben található. A Prét kódex megnevezését Prét György jezsuita szerzetes, történetíró, a budai majd pesti egyetemi könyvtár vezetőjére nevezték el, aki a latin és magyar nyelvű kódexről tudományos leíratot készített. Az első sor mindenki számára ismerős, látjátok feleim szüntükkel mik vagy muk, isapúr és homu vagy muk. Magyar nyelvre először természetesen a Bibliát fordították. Az első ilyen magyar nyelvű bibliafordítás feltehetően 1420 és 1430 között született Tamás kamancai oltárospap és Újlaki Bálint belcsényi plébános munkájaként. Ez az úgynevezett Huszita Biblia. A teljes Bibliát Károli Gáspár fordította le 1590-ben, amelyet Vizsói Bibliaként ismerünk. Említést érdemel az első magyar nyomtatott szótár, amit Pesti Gábor jelentetett meg 1538-ban Bécsben, ez egy hatnyelvet feldolgozó fogalomköri szótár volt. Baranya Decsi János 1598-ban Bártfán bocsátotta közre rotterdami Erasmus nyomán kisalakú 5000 közmondást tartalmazó szótárát. A mai értelemben vett kétnyelvű szótár úttörő szerkesztését először a bibliai zsoltár fordító Szent Simolnál Albert végezte el és bocsátotta közre 1604-ben. 1653-ban jelentette meg Comenius Sárospatakon a nyelvkönyv és a szótár sajátos ötvözetét, a képes szótárt.
1832-ben elkészült az első magyar helyesírási szótár. A magyar nyelv első tudományos igényű leltározását Cucor Gergely és Fogarasi János végezte el 6 kötetes 122.000 címszót tartalmazó értelmező szótárában, amely 1862 és 1874 között jelent meg. Cucor Gergely magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós, alsóviszti Fogarasi János, magyar nyelvtudós, jogász, zeneszerző, néprajzkutató, mind a ketten a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak. 1866-ban Cucor Gergely meghalt, így Fogarasi fejezte be a munkát. A szótár ma ismét az érdeklődés középpontjába került, mivel az úgynevezett gyökelméletet felhasználva ma is inspiráló módon világították meg az egyes magyar szavak eredetét. Egy mondat erejéig említsük meg Gombos Zoltán és Melik János szakszerű magyar etimológiai szótárát. Hosszú ideig tartott az elkészítése, 1914-től 1944-ig, de csak füzetekben tudták megjeleníteni. A 17. füzettel a nagy G betű közepén a munkálat örökre abba maradt. A magyar nyelvújítás kezdetét Besenyei György, Ágis tragédiája drámaköltemények megjelenésétől 1772-től számítjuk. Ekkor indult el hazánkban a felvilágosodás kora, melyben előtérbe került a magyar nyelv használata, háttérbe szorítva a latint és a németet. A magyar nyelv használata szépirodalomban, színi előadásokon, újságokban jelent meg, tehát a tömeg felé. A nagy nyelvújító Kazinczy Ferenc, aki a felvilágosodás korában belekeveredett a Martinovics féle összeesküvésbe, és több évet töltött börtönben. Börtön éveiről naplót vezetett. A nyelvújítás középpontja, az már itt említett, Szép Halom volt. Sokat levelezett, fordított, nyelvújítása a szóképzésben, elvonásban, szó összetételekben, szavak összevonásában, tükörfordításban, táj és kihalt szavak beemelésében mutatkozott meg. Munkája során a nyelvújítás egyúttal az egységes nyelvi norma és helyesírás kialakulásához vezetett, mivel ez egészen eddig tájegységenként változott. Az újítás nem korlátozódott a szavak szintjére, az úgynevezett fentebb stíl jegyében esztétikai szempontok is megjelentek a szövegalkotásban. A nyelvújítók és hagyományőrzők közti legismertebb pengeváltás az 1813-ban megjelent Mondolat című gúnyos röpirat és az erre 1814-ben adott felelet, amit Kölcsey Ferenc és Szemere Pál írt. Végül az egységes írott magyar irodalmi és tudományos nyelv a 19. század közepére szilárdult meg, szóbeli változata pedig a 19. század végére. Kazinczy Ferenc kivívta a szépirodalom önértékének rangját, megalapozta sajátosságának törvényeit, kijelölte korábban követendő irányait. Nála a magyar nyelv ápolása, a nemzeti literatúra gyarapítása egyet jelentett az európaisághoz, a legműveltebb nemzetekhez való kapcsolódással, az újat teremtés parancsával, az együttes munkálkodás szükségességével. Az irodalmi élet a reformkorban egyre erősödött, majd eljött 1844 második törvénycikk, mely szabályozta a magyar nyelv használatát. Ez igen nagy áttörést jelentett. 1848-49-es szabadságharcunk után véres megtorlás következett. A Bakk korszak, mely teljesen be akarta a magyarságot olvasztani a Habsburgházba, a teljes történelmünket meghamisította és megkezdte múltunk eltiprását. A tudományos szellemi réteg teljesen elveszett, vagy kivégezték, vagy bebörtönözték őket. Akinek sikerült, az emigrált. Történelmünk meghamisítása érdekében előbb egy Miklosics nevű bécsi tanárt küldtek Budapestre, feladatául adva a Magyar Tudományos Akadémia programjának ellenőrzését. Miklosics megértette küldetése célját, és egy hosszú jegyzéket készített azokról, a magyar szavakról, amelyeket szerinte a szomszédos szláv nyelvekből kölcsönöztünk. Majd Budapestre jött a német József Budenc, aki mellett Hunsdorfer Pál kiváló munkatársnak bizonyult. Ők ketten lettek a magyar őstörténet finnugor elméletének részletes kidolgozói. Sajnos 150 éven át osztrák nyomásra a finnugor eredet volt az elfogadott nézet, ahol az őshaza a középuralba, a Káma folyó vidékére helyeződött. Eszerint az ős magyarok időszámításunk kezdetét még halászó-vadászó hordát alkottak egy olyan területen, ahol a régészet becslése szerint a népsűrűség 0,1-0,2 ember volt nézetkilométerenként. De a tudomány vívjányait nem lehet
lehet megkérdőjelezni, és egyre nagyobb számban kerülnek elő azok a tárgyi történelmi bizonyítékok, amelyek múltunkat a megfelelő szintre emelik. Nem hagyhatjuk ki a 19. században élő Sir John Bowran, angol filológus és diplomata híres leírását a magyar nyelvről. A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött, és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolás sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok képtelenek megfejteni, azt mellőzik. A nyelvészetben csak úgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok alapjai, amelyek egyetlen kőből készültek, nem magyarázhatók. Senki sem tudja, honnan származak, melyik hegyből szerezték a csodálatos képződményt, vagy miként szállították és emelték helyére a templomokban. A magyar nyelv kialakulása ennél sokkal bámulatosabb. Aki ennek titkát megoldja, az isteni titkok fogja kifejteni. Kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Úgy gondolom, hogy ezeket a felemelő gondolatokat mindenkinek ismernie kellene. Az elmúlt 20-25 évben nyelvünkben megjelentek a jövevényszavak, nyelvünket, szókészleteinket nem használjuk teljességgel, nyelvünk romlásnak indult. A számítógép nyelvezete, a mobiltelefon megjelenése, az SMS és a technika fejlődése által elmaradt a kézzelírás, a könyvolvasás, a beszélgetés és minden olyan cselekvés, ami egy nemzet összetartó erejét, a nyelvét képes megtartani. Az oktatás színvonala is mélyen kritizálható. Az egymás közötti nyelvi kapcsolat létesítését átvette a kommunikáció meghatározás, mely egy tág információs rendszert ölel át. Van feladatunk tehát bőven, meg kell tanulnunk védekezni. Törekedni kell a tiszta magyar szavak használatára, mert hordoznunk kell ezt az isteni adottságot, a gondolatnyelvét. A jobbikosok a hazánkat körbeölelő magyar területekre magyar könyvek tízezreit juttatják el, a magyar nyelv megmentése és a magyar nemzettudat erősítése véget. A magyar nyelv napja nem csak a Kárpát-hazában élő magyarnak való embereknek szól, hanem a világon élő magyar lélekkel megáldott minden állampolgár felé. Ezt a világ felé hirdetni, terjeszteni kell, és nyelvkincsünkhöz kapcsolódva olyan ismeretterjesztő előadásokat, irodalmi és más kulturális tevékenységeket szervezni, ami az ősnyelv, a magyar nyelv eredetét és igaz történelmünket hirdeti. Érjük el végre azt, hogy tudatosuljon a magyar nép helye a világban. Összegezve, a Jobbik frakció támogatja, hogy november 13-a a magyar nyelv napja törvényben rögzítve legyen. Köszönöm megtisztelt figyelmet. Két perces hozzászólás, Endrésik Zsolt képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Lehet, hogy egy kicsit belerondítok most itt az ünnepi hangulatba. Van egy olyan dolog, amit ma elég sokszor hallottam, és nem bírom megállni szó nélkül, ez a Magyar Nyelv Múzeuma. Nem tudom, hányan jártak ott a képviselőtársaim közül. Ez egy 800 millióért épült kiállítás múzeum, amiben én azért elég nagyot csalódtam, amikor odaérkeztem, mert az udvar közepén egy hatalmas fa szobor áll, és ez a fa szobor a finnugor nyelvek családját ábrázolja, és a beérkező gyermekcsoportokba azt az érzést és tudást önti még bele, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvekkel áll kapcsolatban. Hát ezt mindenképp el szerettem volna mondani. Köszönöm. Ugyancsak két perces hozzászólás, Rozgonyi Ernő képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Magyarnak lenni nem faji kérdés. Ebben azt hiszem mindnyáján egyetértünk. Ez egy tudati kérdés, egy vállalás kérdése. Ha ez igaz, akkor hadd mondjam el azt, hogy mi magyarok most ott tartunk, hogy jó volna, ha 949-től napjainkig eltelt időszakban azok, akik megpróbálták nekünk magyarázni, hogy
hogyan lehetünk magyarok, és mit szabad nekünk magyaroknak csinálni, hogyan kell nekünk magyarul beszélni, hogyan kell nekünk értelmezni a magyar nyelvet és egyebeket, azok magyar tudatú emberek lennének, nem azok. Ezen egyszer változtatni kellene. Rendkívül időszerű kérdés lenne. Egy, kettő. Nincs olyan nép ezen a világon, amelyiknek egy olyan kincs volna a kezébe, mint a magyar nyelv és a magyar írásbeliség, és ebből ne szerezne magának dicsőséget, elismerést mindenhol a világon. Mi nem, mi letagadjuk. Elképesztő, tűrhetetlen, higgyék el nekem. Az egész világon mindazok az emberek, akik egy kicsikét is foglalkoznak nyelvészettel, akik egy kicsikét is komolyan vették azt, hogy Európa történelmét áttekintsék, vagy Eurázsia történelmét áttekintsék, azok ma röhögnek azon, amit a Magyar Akadémia hirdet. Köszönöm szépen! Nincs több bejelentkező, megkérdezem Réthei, pontosabban elnézést Szőcs Géza államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Megadom. Utolsó hozzászólóként önnek a lehetőséget, parancsolnának itt kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselők, hadd osszam meg önökkel azt a néhány gondolatot, amit lejegyeztem itt az elhangzottakat hallgatva. Azt írtam, hogy a legfontosabb emlékhely, a legszélesebb értelemben vett emlékfelület számunkra a nyelv. Nem csak olyan értelemben, hogy Mohács vagy a Korvin köz fogalommá lettek a köznapi beszédben is. Ezelőtt kb. 20 évvel egy akkor 5-6 éves kisgyerektől hallottam, aki ma helyettes államtitkár, amikor azzal vágott vissza az apjának, aki megfenyítette, hogy meglátod, hogy ez lesz a te bős nagymarosod. Akkor a tévéből is bős nagymaros dőlt. Szóval nem csak ilyen értelemben gyűjti össze a nyelv a történelmi tapasztalatokat, hanem arról van szó, hogy semmi más nem sűríti annyira össze egy nemzet sors élményeit, metafizikai és spirituális tapasztalatait, mint maga a nyelv. Nem dátumokat és nem tényeket rögzít, hanem az analízis élességét, a látás bölcsességét, a gondolkodás differenciáltságát és differenciáló képességét mélyíti el. Hogyan teszi ezt? Annak a sok milliárd személyes narratívának a rejtélyes összegzésével, amely a nemzet fiainak teljes beszédanyaga, sok-sok nemzedék életének és sorsának mederében. A nemzet belső párbeszédeinek summája és ötödik esszenciája ez, amelynek hátországát a magyar nyelv kivételes energiáinak egyfajta vízgyűjtő medencéje képezi. A John Browning nyelvész szavait sokak és sokszor idézték, az elmúlt közel 200 évben, de vannak ennél modernebb példáink is arra, hogy milyen kivételes sűrítő ereje van a magyar nyelvnek. Például nem egy olyan számítógépes szakemberrel találkoztam nyugaton, akiktől meg kellett tudnom azt, amit itthon nem tudtam, nem hallottam erről, hogy a világ legjobb program, számítógépes programozóinak a magyar programozók számítanak, és nem azért, mert a szakmai felkészültségük jobb volna, mint másoké, hanem vélhetően valami olyan mentális adottság révén, amely csak nyelvi ismeretekből származtatható, illetve a világ olyasféle kognitív formáira vezethető vissza, amelyek a nyelv révén plantálódnak az agyunkba. Nos, tehát ez a nagy nemzeti narratíva, amelyről beszélek, a lövész árkokról mesélő aggasztján emlékei ugyanúgy beleszövődnek ebbe a folyamba, mint a kisgyermekét első mondataira oktató édesanya,
játékos mondókái. És belekerülnek, ahogy a folyamba is belekerül mindenféle, amit magával sodor, belekerülnek természetesen idegen szavak is, ha úgy tetszik, jövevény szavak, belekerülnek szláv, germán, mindenféle egyéb, még zulukafer szavak is, sőt, van a magyar nyelvben két eszkimó szó is, Novák képviselő úr és Nyikos képviselő úr biztos ismeri ezeket. Az egyik ilyen eszkimó szavunk a kajak, a másik a hanorák. Tehát nem kell félnünk az idegen szavaktól. A magyar nyelv ereje nem abban van, hogy nem fogadja be az idegen szavakat, hanem éppen abban, hogy integrálja és magyar szavakká képes őket ötvözni. Ahogyan például a példa erre két legszebb toponimiánk, talán legszebb toponimiánk, a Házsongárd és a Késmárk. Ugye, ha rettegtünk volna attól, hogy befogadjuk a nyúlaskert és sajtvásár szavakat, hiszen a Kézemárkból jött a Késmárk, és a Házsongárdból a Házsongárd, akkor ma ez a két gyönyörű, szegényebbek lennénk két gyönyörű szóval. Ami végül is tulajdonképpen itt tárgyunkat illeti az, hogy legyen ünnepnap vagy emléknap. Én ennél személyesen fontosabbnak, hatásosabbnak tartottam volna azt, hogy kérjük fel az akadémiát, amely írástóval egy évszázada mulasztásos kötelességszegésben van, hogy végre oldja meg a sok egyéb mellett azt a problémát is, ami miatt szinte lehetetlen a magyar nyelv oktatása a mások számára. Ismerjük Dürrenmattnak, a századunk zseniális svájci drámaírójának a mondását, azt mondta, hogy a világ két legbonyolultabb nyelve a baszk és a magyar. De a magyar az olyan bonyolult, hogy még a baszkok sem értik. De ez a gag, ez a poén megfelelő előkészítése annak, amit itt hallottunk, és amely az egybeírás, különírás témájában, hogy egy örök és hálás gumicsont, amit vég nélkül lehet rágni. Ebben is az akadémia ludas, hogy egymásnak ellentmondó helyesírási szabályzataival olyan zűrzavart teremtett, rövid száz év alatt, hogy ahogy Faludi György írja, az ő fiatal korában egy szerkesztő, akit úgy hívtak, hogy Móricz Zsigmond vagy Babits Mihály, az tökéletesen tudta a helyesírást. Nem volt szüksége helyesírási tanácsadó szótára. Ma már vastag lexikonokra, akadémiai állásfoglalásokra és egyebekre van szükség ahhoz, hogy eldöntsünk egy olyasmit, hogy mit írunk egybe és mit írunk külön. Tehát még mindig a vajaskenyér és zsíroskenyér dihotomia mentén rágjuk ezt a gumicsontot, miközben a magyar nyelv történetének talán legnagyobb kihívása előtt áll, pontosan az itt említett és olykor részletezett körülmények folytán, amelyekre most nem térek ki. Tehát azt gondolom, hogy az ugyan nem jelent megoldást ezekre a problémákra, és itt egyetértek Ferenczi Gábor képviselő úrral, hogy egy napot kinevezünk a magyar nyelv napjának, de az, hogy egy napot, amely alatt nyilvánvaló, hogy nem lehet megoldani minden problémát, de az, hogy egy napot kineveztünk, vagy kinevezünk a magyar nyelv napjává, ez talán egy lépéssel közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy ezt az örökséget, amely egy több ezer éves örökség, úgy tudjuk átadni utódainknak, hogy ne kelljen szégyenkeznünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Az általános vitát lezárom. Módosító javaslat érkezett, így részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára várhatóan az őszi ülésszakon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végre értünk. Napirend utáni felszólalásra nem kerül sor.
időzavarba vagyok, mert máskor ilyenkor hajnali 4-5 fele szoktunk járni, így most délután 4 órakor zárom be az ülést, nem is tudom, mit kezdek a nap hátralévő részével. A nyári rendkívüli ülés a következő egynapos ülését július 4-én 13 órára összehívom. Megköszönöm a munkájukat, megköszönöm a technikai személyzetnek is, kollégáknak, a főtitkárság kollégáinak, a jegyzőkönyvvezetőknek és a jegyzőknek is, hogy itt voltak velünk. Bezárom az ülést.